Mécsesek jelzik, hogy ezen a helyen halálos baleset történt, egy 21 éves motoros vesztette itt életét 2 évvel ezelőtt, egy szarvas ugrott a motorra a 65-ös úton Harc közelében. Komlósinék is Anett, a rendőrség szóvívője azt mondja, Tolna megyében minden héten történnek vadbalesetek az utakon. A legnagyobb bajt a szarvassal és az őzzel való találkozás szokta okozni, ám gyakori a róka és a vadnyúl elütése is. A legextrémebb eset idén történt, amikor egy fehér gém repült be az egyik autó szélvédőjén, az M6-os autópályán. Csak a szerencsén és a sofőri lélek jelenlétén múlt, hogy nem történt nagyobb baj, mondja a szóvívő. Az idei évben eddig összesen 50 vadelütéses baleset történt, amelyből 49 anyagi kárral járt, egy esetben viszont sajnos az egyik járműnek a vezetője könnyebben megsérült. Tavaly év teljes időszakában összesen 206 vadelütéses baleset történt a megye útjain, ebből 3 volt sérüléses. A hatóságok és a szakmai szervezetek vadveszélyjelző közlekedési és figyelemfelhívó táblák kihelyezésével, illetve egyéb módon tesznek annak érdekében, hogy minél kevesebb vadbaleset történjen. A vadásztársaságokkal, illetve a Magyar Közúttal közreműködve a rendőrség a korábbi években vadriasztó prizmákat helyezett ki a megye több útszakaszán, így a 61-es főúton, a 65-ös főúton, illetve a 6-os főúton is, ahol azóta megcsappant a vadelütéseknek a száma. A legtöbb vadra Tolna megyében a 6-os úton kell számítani, Sötétvölgy és a Kakas közötti szakaszon. Itt is történik a legtöbb baleset a rendőrség adatai szerint. Hiába védi kerítés az autópályát, ott is megjelenhetnek a vadak. Tavaly 10, idén pedig 3 esetben ütközött szarvassal, vagy éppen őzzel egy autós az M6-oson.